할렐루야. 저는 이렇게 지금 그래서 이렇게 되죠. 할렐루야. 하트 bemutatjuk nektek Jászont és Sámuelt. Jászont és Sámuelt egy személyben. Hé, ez a név, ez foglalt? Nem. Sámuel. Olyan rangidős. Jászont Sámuel. Halleluja. Ahogy gondolkoztam, az az igerész jött fel bennem, ami az Abcsel 17-ben van leírva Jászonnak kapcsolatban. A Jászon név jelentése egyébként a Jesuából és implicite a Jézusból, a Jósuából, bocsánat, implicite a Jézusból, Jesuából jön, innen deriválódott ez a Jászon név, ami azt jelenti, hogy szabadító. És ahogy olvastam az igét, és beleolvastam az Abcsel 17-ben abban az abban a történetben, amikor hát Jászont egy kis atrocitás éri, de nem ezt akarom hozni, mert nem ez volt a szívemben, hanem az volt a szívemben, hogy Jászon befogadta Pált és a munkatársait. Jászonnak egy hatalmas szíve volt, felismerte az időket, és felismerte azt, hogy zsidó létére, ez nem volt egy egyszerű lépés annak idején, de felismerte az időket, és tudta, hogy most az Isten szolgái érkeztek el hozzá, ő is a zsinagóga része volt, és nem is akárki lehetett a zsinagógába ez a Jászon. De amikor Pálék megérkeztek Tesszalonikába, felismerte azt, hogy itt az Isten emberei jöttek. És maga mögött hagyott hagyományt, maga mögött hagyott olyan dolgokat, amiket maga mögött kellett hagyjon, és befogadta az Istennek a szolgáit. Ez később egy kis atrocitásába is került, amikor odahurcolták ugye a város elé, és azt hitték, hogy nála vannak éppen Pálék. Nagy-nagy felfordulás lett. De az én szívemben van ezzel a kicsivel kapcsolatban az az, hogy, és így van a profécia, hogy ez a fiatal be fogja fogadni az Istennek a munkáját hamar. Azt gondolom, hogy vannak ilyen jellegű kijelentéseitek már. Debbie-nek a cetlieit majd még elolvassuk. De úgy érzékelem a szívemben, hogy Jászonka hamar be fogja fogadni az Isten embereit, az Istennek a munkáját, az Isten szellemének a munkáját. És hamar meg fogja érteni, és különbséget fog tenni dolgok között. És meg fogja érteni, mi az, amit el kell hagyni, és mi az, amit követni kell. És hát azt érzékelem, hogy egy picit eljön az a pont, amikor lesznek pillanatok, amikor ő fog egy kicsikét húzni benneteket előre. Olyan dolgokat fog kapni, és olyan dolgokat fog átélni Istennel, amiket talán nem biztos, hogy el tudunk most jelen pillanatban képzelni. Mert Istennek az elhívás van ez a gyermeken, és nem véletlenül így hívják, és nem véletlenül hívtátok így. És a Sámuelről már nem kell külön profétálni, szóval az már szinte felesleges, ha meg is említsem. Úgyhogy örülök, hogy elhoztátok az úrházába, a gyülekezetbe, nem ülünk az úrháza. És bemutatjuk most őt, és oda ajánljuk most neki, és oda ajánljátok neki, és hiszem, hogy Isten ezt meghallgatja. Uram, tiéd minden magasztalás és dicsőség, és köszönjük neked. Bocsáss meg, és kérem a gyülekezetet, hogy álljatok fel, elnézést neked kérem. És köszönjük neked, Uram, hogy mai reggel is a te kegyelmed, és a te szereteted az, ami megtart. És köszönöm azt, hogy te benned örvendezhetünk, Uram, és a te örömöd lehet a mi erőnk. Uram, köszönöm, hogy itt lehetünk a te házadban, Uram, a te hajlékodban, Uram, és köszönjük azt, hogy a te ígéd, a te ösvényed, amin vezettél, Uram, világosságra és világosságra víz. Uram, köszönöm neked az áldásaidat, amivel megáldottál bennünket, a te ajándékodat, legelőször Jézus Krisztus, Uram, akivel mindent nekünk ajándékoztál. Utána köszönöm, Uram, a megtérésemet, a családomat, Uram, a gyerekeimet és ezt a gyülekezetet. És Uram, hálatelt szívvel vagyunk ma reggel is itt előtted, Uram, és dicsérünk és magasztalunk azért, hogy a te áldásod az valóban, ami meggazdagít minket, Uram, és te benned lehetünk igazán gazdagok, Uram, és boldogok te veled és te benned. Uram, köszönöm neked az én családomat, köszönöm az én lányaimat, Napsugárt és Abigért, és köszönöm neked Jászont is, Uram, akit adtál számunkra a te dicsőségedre. Istenem, azért imádkozok, hogy az ő élete is, Uram, hadd legyen olyan, ami téged bemutat, és azt az ösvényt, azt a világosságot vigyed tovább, Uram, amit te rád mutat. Így kérlek, hogy áld meg bennünket, áld meg a gyülekezetet, Uram, és minden áldást, Uram, ami tőled jön, Uram, az hát a dicsőségedet sokszorosan visszatükrözze a világ felé. Amen. Amen. Édes Atyám, áldalak téged ezért a napért, és köszönöm azt, hogy elhoztad a mi életünkbe ezt a napot, és felemeljük a mi kezeinket, a mi szíveinket hálatelten,
És köszönjük neked, Uram, a gyermekeinket, köszönjük a családunkat, áldalak téged az egészségért is, azért, mert egészségben hoztad őt közénk a világra, és dicsőítelek téged azért, Atyám, azért a kijelentésért, és azokért a kijelentésekért, amelyeket már adtál vele kapcsolatban. Azért imádkozom, Atyám, hogy a te szabad beteljesüljön, és adj nekünk, Uram, kegyelmet, hogy semmiben se kátoljuk ezt, hanem mindenben előre tudjuk őt segíteni, az ő fejlődését, testileg, lelkileg és szellemileg egyaránt, nem csak az övét, hanem mind a három gyermekünkét. Amen. Most már az attrakció. Jól fogom? Hát hittem, ezt mi gyakorolni fogjuk, hamarosan. Nézzetek el nekem kezdni akkor. Az Isten igéje azt mondja, hogy így helyezzük rá a mi Istenünknek a nevét. Gyertek, hangosan mondjuk együtt, Jázon. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.